Az ukrajnai önkormányzati választásokat követően első alkalommal találkozott hivatalosan Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, és Mihajlo Rivis, a Kárpátaljai megyei tanácselnöke. A Tisza Európai Területi Társulás ülésén környezetvédelmi, gazdasági és kulturális programokról tárgyaltak a felek. De reményeink szerint körvonalazódik egy olyan kormányzati program, amely a Vajdasághoz hasonlóan Kárpátalját is speciális magyar kormányzati programokkal szólítaná meg. Elsősorban persze az ott élő magyar nemzeti közösség szülőföldön való boldogulása szempontjából. Volt ilyen magyar kormányzati forrása közelmúltban is, ezt keleti partnerségnek hívták, és tulajdonképpen európai uniós kötelezettségünket teljesítettük ilyen módon Kárpátalja felé. Tehát ennek a pénzügyi eszköznek a továbbvitele is fontos tevékenységi terepe lehet akár a Tisza Európai Területi Társulásnak is. És hát számos más lehetőséget jelent ez a jogi forma, közvetlen brüsszeli támogatások. Akár megfogalmaztuk azt a stratégiai célt is, hogy olyan pilot projekteknek a vitelére, amelyek hát egész Ukrajna számára is példát, lehetőséget mutatnak az európai csatlakozásban. A tervek között szerepel 4 új határátkelő megnyitása, aminek köszönhetően a határmenti vidékek tovább fejlődnének, mondta el televíziónknak a Kárpátaljai megyei tanács újonnan megválasztott elnöke. Mihajlo Rivis hozzátette, a határnyitás mellett a tárgyalás 3 fő pillére a Tisza medrének szabályozása és ezáltal mezőgazdasági fejlesztések, valamint a gazdasági és kulturális együttműködés erősítése volt. A 3 pilléren túl el lehet mondani, a helyi üzleti szférát továbbfejlesztenénk, valamint a helyi vállalkozásoknak az érdekeit is tudnánk képviselni. Emellett olyan beruházókat vonnánk be a határ mindkét oldalán, akik új munkahelyeket teremtenének. Így a külgazdasági tevékenységeket, illetve az export-importot, a gyártást is fellendítenénk, amelyel a helyi értékek és a helyi vállalkozások fontosságát is tudnánk növelni. A sajtótájékoztatón elhangzott, elsősorban az ENI programok és az azokon való pályázás, valamint közvetlen brüsszeli források jelentik a legnagyobb fejlesztési lehetőséget az együttműködő felek számára.